csináltunk itt egy pilot projektet e körül a ház körül, és ez annyira bevált, hogy fölmerült ez a lehetőség, hogy a Kazinczy utcában a szimpla vonzás körzetét is rakjuk rendbe, ami azért már egy bonyolultabb dolog volt. Ez hétvégi takarítást jelent, tehát péntek, szombat és vasárnap hajnalban föltakarítjuk a szimpla vonzás körzetét. Ez nem pusztán a szimpla előtti járdaszakasz, hanem mind a két oldalon lévő járdaszakaszt jelenti, illetőleg az úttestet magát is. Most ennél azért bonyolultabb a dolog, tehát nem csak lemossuk a járdát magas nyomású takarítógéppel, hanem először összeszedjük a szemetet, tehát seprűvel, lapáttal, zsákkal, utána lemossuk magas nyomású takarítógéppel az egész szakaszt, majd amikor ezzel végeztünk, akkor seprűvel, lapáttal még egyszer végigmegyünk ezen a szakaszon. Tehát egyelőre ott tartunk, hogy ugye a szimpla, illetve az azért egyesület, és ezen belül a szimpla vonzás körzete volt az első ilyen Kazinczy utcai projekt, ehhez csatlakozott a Karaván, az Elrapido, a Ramenka, és remélem, hogy még nagyon sok más cég is csatlakozni fog ez a kezdeményezéshez. Meg kellett beszélni az FKF-fel, hogy szereltessék meg a kukásautókat, hogy ne folyjon belőle a szemétlé, kezdjenek korábban, hogy utánuk fel tudjunk mosni. Kiderült, hogy volt olyan fémkuka, aminek lyukas volt az alja, ezt le kellett cseréltetni. Ez egy több hónapos menet egyébként. Akkor elértük azt a rendészettel, hogy rendszeresen járőrözzenek. Tehát egy rendész autó villogóval lassan lépésben, legalább az árás környékén többször végigmegy a Kazinczy utcán. Ez ugye azért visszafogja az embereket elég jelentősen. Azt gondolom, hogy a 2019-re kialakult helyzet a 7. kerületben az megköveteli minden egyes nagy tömeget vonzó vendéglátóhelytől, hogy felelősséget vállaljon a környéke takarításában és rendfenntartásában, már mennyire ugye ez lehetséges. Úgyhogy mi ezt már egy ideje csináljuk, egy éve van ez a rendszeres hétvégi takarítás. Az az eddigi tapasztalat ezzel a takarítási modellel kapcsolatban, hogy működik, hogy az étterem tulajdonosoknak a javára válik, és a környékbeli lakóknak a javára válik, és egyszerűen a közös kapcsolatunknak a minél további pozitív meghatározója lehet ez a modell. Jobb lenne, hogyha ez a rendszer a jövőben egy kicsit jobban kitalált lenne, nem csak az lenne, hogy mi egyesületi szinten összefogunk és csináljuk a dolgunkat, hanem ez egy nagyobb ívű dolog lehetne, ahol ezt a módszert, hogy az egymáshoz közeli vendéglátóhelyek összedobnak egyfajta extra takarítást, azt más hasonló helyekre is le lehetne rakni. Én abban bízom, hogy a következő években sikerül kitalálni valamit arra, hogy a szórakozóhelyek, a vendéglátóhelyek extra hozzájárulásai jobb felhasználásra kerüljenek, hatékonyabban tudjuk felhasználni ezeket az extra befizetett adókat, takarításra, rendfenntartásra, zajcsökkentésre. Azt gondolom, hogy hozzájárultunk mi is ahhoz, hogy évről évre egyre több a látogató Tökély kerületben megfordul esténként. Ez pedig megnöveli az ezzel járó teendők számát is, és azt gondolom mindenféleképpen jó dolog, hogyha ezt együttesen ellátjuk. Adott esetben a takarítás például sokkal kevesebb így a szemét, és talán egy tiszta környezetben ők is kevesebb szemetelnek.